esetleg mindez az ugye a portrék volt, amiről beszéltünk, mondjuk a Fodor, meg a Dembski, meg ezek? Hát, ami úgy digitalizálva, és biztos, hogy megtalálom, az mondjuk Gödzár, tehát Soltot írja. Jó, az nagyon jó. Meg amit így megtalálok, mert nincs minden készen így. Aha. Ezek analóg fekete-fehér képek, tehát hát ami be van szkennelve, és tudom, hogy megvan, arról tudok. Hát akkor ezeket küld el nekem, jó, mindenképpen. És a Kőszeg buliáról? Hát ott van egy kép, ami egy ilyen bulin készült. Petri van rajta, meg Orgács Kristóf, de hát, ez később időben. Szerintem azt nem nagyon fotózgattam, mert általában ezeken a helyeken sötét van. Igen, az nincs meg neked, amikor a Kemény György megcsinálta azt a falat? De a szoba az le van fényképekben, nem van. De nem az az időpont, amikor éppen felrakta. Viszont később. Megvan a Kemény megvan, igen. Fal munkája. De jó, hát az elképesztő, hogy milyen házibulik voltak a Kőszeg Ferénél. Igen. Szerintem mi ott voltunk együtt is, biztos, hogy már nem lesznek egymáshoz. Nagyon nagyok voltak. Jó, most is ott lakik. Igen, igen. Most is szoktak egyébként lenni bulik, már amikor éppen születésnapja van, vagy szilveszterről tudok lenni próbálni. Most egyikkel sem voltam itt, mert nem voltam itt a születésnapján, szilveszterkor máshol szoktam lenni. De tudom, hogy még azért léteznek ezek, nem is minden hétvégén azért néha van. Kicsit megváltozott a párizsi udvar azóta, ahol lakik, de ezek nagyon érdekesek voltak. Hát én csak kevésszer, kétszer-háromszor voltam, de hát emlékezetesek maradnak. Tényleg. Van egyébként valami kép, amikor ott a beszélő szerkesztő, az a baj, hogy ezeket, azért ezeket keresni kell, tehát. Hát figyelj, ha megtalálom. A beszélőnek valami, az eredeti beszélőnek valami évfordulója volt, és ott voltak azok, akik létrehozták. Igen, akik a kezdő társaság. Kezdő csapat ki volt? A Soltot, de ott tényleg nem volt már, még nem is tudom. Hát abban benne volt Saci, Petri, Nagy Bálint, ott írja. Arról is van kép, de ezt nem én csináltam, hanem nem tudom ki, Halas, vagy nem tudom ki. Van egy ilyen őskép, na és annak egy ilyen, mondjuk 20 évvel később, vagy 30, valami évforduló, aki még létezett. A iramázott írja, nem én? Igen, szóval hiányosan voltak jelen. Igen, hát az valahol megvan, csak ebben a digitalizálásban az a legnagyobb kínszenvedés, hogy a tárolás hol van, és mennyi tárhelyed van, és hát igen, szóval régi dolgokat megkerestem, elég szívas. Gondolom. Nem vagyok megtalálod elkezdődött. Akkor föltesszük ide a honnakra. Olyan szépen kezeli ezeket. Valahol. Úgyhogy már csak amelyet is érdemes lenne megtalálni, mert az osába is csinálják ezeket. Egyszer már nekik elkezdtem összeszedni ezeket a... Csak az a baj, hogy ezekben én nem voltam elég rendes, tehát van, amire nincs ráig, hogy ez hányba volt. Azt hittem, hogy hát egyszer az életben kell, az csóval többet. Na, szóval ezért, hogy nem vagyok egy ilyen vérbeli vérikóter. Egész jól csinálod azért, Lenke, úgyhogy nem kell szégyenkezni. Hello! Látom, a rendszerezés az... Nem az a te saját? Hát, de mert a saját dolgaim azok jól vannak rendszerben. Ja. És inkább az ilyen munkák, nem annyira. Azt akkor nem tartottam annyira fontosnak. De most már tudod. Hány képed van szerintem? Tudom, százezer. Amikor a számítógép így végig szkenneli a, hogy hívják ott a víruskerestést, ez ilyen 300 000-es. Szóval ez szokott lenni, de nincs ott minden, az csak ami rajta van éppen. De hát ez a digitális, az sokkal többet igényel, és egyébként azt kell mondjam, mert ezt nem szabad hangoztatni, de ez így van. Mert, hogy az ember elhamarkodja, és akkor azért... Elhamarkodja, hanem a
hanem a gép nem akkor exponál, amikor megnyomom. Egy analóg gép az akkor exponál, amikor megnyomom. A digitális megnyomom, és aztán exponál. Ez nagyon rövid idő, de pont annyi, hogy az alatt pofákat vágnak, pislognak, nyelvüket, minden történik, de nem az, amit szerettem volna. És ezért többet kell ráadni. Pont elkapd a pillanatot. Hát igen. Úgyhogy ezt a filmekben ez zavaró, és a színészek, mert ugye egyáltalán minek kell annyit fényképezni? Azért, mert nincs meg akkor, amikor én szeretném, és rá kell gyúrni. Jól van, Lenke, nagyon köszi.